25 esztendővel ezelőtt, 1989. június 29-én, tragikusan fiatalon, 42 esztendősen hunyt el Jász Gábor, énekes, zenész, dalszerző, zeneszerző, de hála családjának, barátainak, és természetesen a dalainak emléke azóta is velünk él, és róla beszélgetünk most Jász Kálmánnal, a testvérével, olimpiai bajnok labdarúgóval, a fiával, dr. Jász Gáborral, és a pályatárs baráttal, Aracki Lászlóval, akiket sok szeretettel köszöntök a stúdióban. Szerbusztok! Szervusz! Én mondtam, hogy Jász Gábor a családoknak, a barátoknak és a dalainak köszönhetően mindig velünk él, és emlékezünk rá mindig. Nektek, hogyha ki tudnátok, tudom, hogy ez nagyon nehéz, de ha ki tudnátok emelni egy emléket, ami először eszetekbe jut róla, mit mondanátok, Kálmán? Hát azt, hogy ilyen testvért nem hiszem, hogy a Földön volt valakinek, legalábbis nekem, mert amit ő nekem szeretetbe és odaadásba nyújtott, azt nem hiszem, hogy ez inkább ez egy szerelem volt kettőnk részéről, mert a születésétől kezdve, főleg mert én pelenkáztam is őt, és én toltam az utcán a gyerekkocsiba, és én etettem is úgymond, mert a szüleink dolgoztak, mind a ketten, édesanyám és édesapám is, és a Gabikám egy olyan tüneményes, aranyos, jó gyerek volt, hogy nem lehetett őt nemhogy szeretni, nem kellett soha fegyelmezni. Egyetlen egyszer fordult elő az, hogy ő visszabeszélt, és én adtam neki egy pofont. És olyan színészi készséggel volt megáldva, hogy ledobta magát az ágyra, és elájult. És ott térdeltem előtte az ágyon, hát ez ő még nagyon kicsi volt, ott térdeltem előtte az ágyon, és könyörögtem, hogy Gabikám, ne hajj meg, kérlek szépen, és ezt megcsinálta velem egy jó 5 percig. Úgyhogy a végén én zokogtam, meg fölállt, és úgy röhögött rajtam, hogy megettem ezt a színészi alakítást. Gábor, te 8 éves voltál, amikor ő elment. Neked milyen emléked van róla, mint apáról? Nekem van, kevés emlékem van róla, viszont annyi sztori és annyi szeretet jön vissza. Mindenhonnan, bárhol megyek tőle, és az embereknek, mindenkinek van legalább egy, de inkább 5 sztoria róla. Ami nekem nagyon megmaradt, és ez is inkább azt tükrözi, hogy mennyire arra vágyott, hogy ugyebár van az Adrián is, van egy lánya, de hát egy fiút is, és hogy egy belevaló fia legyen. Úgy vigyázott rám, hogy fölrakta a lábát, olvasta az újságot, és azt csináltam, amit akartam. Úgyhogy sikerült is, ott a patakparton laktunk, a Rákos patak partján, és a szomszéd gyerekekkel kimentünk, és végre egyszer valami rosszat csináltam, beleestem a patakba, belecsúsztam, és úgy dugdosott édesanyám előn, hogy észrevegye azt, hogy tiszta víz lett a ruhám, és mondta mindenkinek, hogy na látod, milyen belevaló fiam van. Úgyhogy de hát ezek mellett inkább azok, hogy az érintések, mindig mikor hátul a fejemet megfogtam, meg vannak dolgok, de hát mivel fiatal voltam, ilyen ennyire bennem ezek nem tudtam. Meg gondolom, most már összemosodnak a hallott sztorik, meg azok az érzéki sztorik, amiket... A hallottak is, meg a látottak is. Tehát van felvétel róla, azért a kertben voltak olyan bulik nálunk, amikről szerintem a két mellettem ülő veterán úriember többet tudna mesélni. Laci, neked milyen emléked van? Rengeteg, nekem is, rengeteg történetem van. Megpróbálom rövidítve a nekem legjobban tetszőt. Jó, oké, parancsolj. A 86-os, 1980, tehát a múlt századról beszélünk, a 86-os nagylemezemre az Jász Gabi 2 nótát írt nekem. Az egyik a Repülj bolond fiú, gyönyörű, a Malekka csinálta, de nem is az a lényeg, hogy mi csak, mivel nem volt telefonja, én megígértem neki, amit ő régességed elfelejtett, hogy ahogy ráénekeltem az Omega stúdióba, én viszem ki neki megmutatni. Hátul a dühöngő szobába, ismerős, ugye? A ház, igen. Csöngetek, taxival mentem, mondtam a taxisok, nem biztos, hogy itthon lesz az Jász Gabi, de hát ki kell jönnöm, mert megígértem. Nagy nehezen ki tápászkodik, ki jön, na mi van? Mi újságban? Hát mondom, hoztam a 2 nótát megmutatni. Milyen 2 nótát? Hát amit írtál nekem, ő nekem nem írt soha. Hát képzeld, neked fogok írni dolgot. Hát érdekes helyre jöttem, mondom, de mondom, hogy ha már itt vagyok, akkor beinvitálsz a hátsó lakrészedbe? Azt mondja, gyere, megyünk be, erőszed egy nagy demizsont, már elnézést, én is ittam, nem csak ő. Oda leteszi a demizsont, és hagyd a francba már azt a nótákat, nyomás jöjjön az izért. Iszunk,
Megint csak mondja, hogy az nem érdekel az engem. Na, elég az hozzá, hogy megmutatom. Azt ezt én írtam? Igen. Na, akkor ezt elveszem tőle. Hát, mondom, ez megvan, bolondulva. A nagy veszekedés, idézőjelben mondom, az éjjel 1:30-ig tartott, este 8-kor mentem. A Demijohn, felteszem, elfogyott, a Demijohn tartalma. Az természetes, hogy elfogyott. Mondom, a Gabinak mondom, mert elfelejtettem én, és mondom, Gabika, légy szíves, higgye, tartsz itt nekem. Azt mondja, meg vagy őrülve, hát tudod, hogy nincs telefonunk. Ja, mondom, megértem, hogyha rajta mondom, én se adnék neked, de akkor legalább kísér ki. Kísérsz? Igen. Megyünk ki, ott áll egy taxi. Azonnal kihúztam magam, hogy megdőljek egy körül 2-3 centit a szemében. Azt mondja, mit keres itt? Mondom, Gabikám, a nagy művészeknek a gondolatait is lesik a taxisok. Ugyanis kiderült, hogy elfelejtettem szólni, hogy menjen el, és az este 8-tól éjjel 1:30-ig ott vár rám. De rengeteg sztorim van, és de nem akarok untatni benneteket, majd a 50 év múlva visszajövünk. Jó, jó, jó. Olvasd, amikor megszülettél, akkor megjelent egy újságcikk, nyilván több is, de olvastam ebben az interjúban, ami apukáddal meg anyukáddal készült, hogy azt mondja a végén apukát, hogy meg kell szokni a zenét, már mind neked. Amíg én focizok, ő megírja a számot, hisz ő is Ihász Gábor, de aztán te végül is nem fordultál a zene felé, viszont azt tudni kell, hogy ő masszörként is dolgozott a Vasasban, te pedig kiropaktőr vagy, ha nem is ugyanolyan, de mégiscsak valami köze van, ráadásul focisztál is. Így van, így van. Én a zenét így magamtól kezdtem el, az az érdekes, hogy engem csak úgy elkezdett érdekelni az, hogy most elkezdek gitározni, és eljártam tanárhoz, de hát több-kevesebb sikerrel, mondjuk így meg dolgozom a dolgokon. Mondjuk, hogyha így rajta vagy az ügyön? Hát szerintem akkor igen, ha így haladok, akkor így 50 éves koromra kijön az első lemezem, nek az első száma. És közben hát én ugyebár fotballoztam több helyen, és többek között Újpesten is eltöltöttem Juhász Peti bál kezei alatt, meg több edző kezelő alatt is egy 5,5 évet. És utána az nem úgy jöttek össze a dolgok, nekem sérülékeny voltam egy picikét, és ugye nagyon érdekelt engem is az anatómia, meg hát ugye én is ugye azért szerettem csapat közelbe lenni, és hogy ezt a fatára, a masszázsa, meg a gitára valósította meg az öltözőkben lévő sztorikat, amiket hallok vissza a gitározásról, nekem is a masszázs felé irányultam egy picikét, azaz hát én előtte még testem és egyetemet elvégeztem, utána lettem gyógymasszőr, és végül kint az Egyesült Államokban tanultam ezt a kiropraktikát. Tehát akkor mégiscsak tovább vittél valamit ilyen így szempontból. Van, így van. Ez is olyan érdekes, hogy mondod, hogy nem úgy alakult aztán a focista pályád, ahogy gondoltad, hogy ez Gábornál mennyire alakult így? Tehát azt tudjuk, hogy ő nagyon tehetséges focista volt, és egy szívprobléma miatt kellett abbahagynia. Nagyon-nagyon tehetséges volt. Én mindig világéletemben mondtam, hogy én úgy érzem, hogy nálam is tehetségesebb volt, és ott játszott a Vasas tartalék csapatában már, nem csak az IFI-ben, már tartalék csapatba fölkerült, és hát én igyekeztem mindig megnézni az ő mérkőzését, és észrevettem, hogy fél időben úgy elfehéredik, és látom rajta, hogy nem úgy mozog, ahogy szeretne. És akkor mondtam aggódva az orvosnak is, hogy hát vizsgáltassuk meg, nézessük meg legalább, hogy hát mi az oka ennek, hogy úgy elfehéredik. És akkor bementünk a sportkórházba, megvizsgálták őt, és azt mondták, hogy hát sajnos egy olyan szív problémája van, hogy sportolni sportolhat bármikor, de versenyszerűen nem adnak neki versenyzési engedélyt. És gyakorlatilag így eltiltották a sporttól, viszont akkor már volt egy szenvedélye neki, a gitár, mert anyukámmal kimentek Szlovákiába, és ott rokonok voltak, és ott vettek egy úgymond ócska gitárt, egy gitárt, és a Gabikámmal elkezdett játszani. Na most mivel nem lehetett focista, és én nekem egy bánatom volt, hogy NB1-be is játszott ő egyszer egy mérkőzést Pécsen, de akkor minket, a másik korosztályt, Rudi bácsi már pihentetett a vasárnapi döntő mérkőzés, amely kupa meccsünk volt, és így bajnoki mérkőzésen a Gavikámmal nem játszhattam, viszont minket a sors nagyon-nagyon megajándékozott azzal, hogy elmentünk egy dél-amerikai túrára, Gabikám volt a masszőr, hozta a gitárját, és 34 órás repülő után Chilébe megérkeztünk. Az utolsó 5 órát végig gitározta, hogy a csapat ne aludjon el a buszon. Aztán, mikor megérkeztünk Chilébe, akkor hát ez csak egy rövid történet lesz, akkor
elmondani azt, hogy milyen jó szívű és milyen tüneményes gyerek volt, az szinte hihetetlen. A szálloda mellett volt egy üzlet. Egy ilyen kis divatáru üzletszerű, és a Gabikám oda ment, arra ment, és látott egy hihetetlen, de tényleg kimondottan csúnya nő volt szerencsétlen, ott bent állt a pult mögött, és úgy nézte, nézte, és kijött, azt mondja, te ez olyan csúnya ez a nő, azt mondja, ez még az életében, nem kapott senkitől biztos virágot. És képzeljétek el, hogy kiment a virágoshoz, vett egy szál virágot, abszolút ismeretlen, bement, és néhány letérdetel, és néhány szál mondat angolul, amit tudott beszélni, megajándékozta egy szállat rózsával. Hát az a nőnek talán az élet legszebb pillanata volt. Úgyhogy hát ez egy olyan sztori volt, hogy egy hónapon keresztül aztán a Gabikámmal hát egy szobába is aludtunk, úgyhogy olyan élmény volt nekünk, hogy egy életre szólt, és én ezért mint nagyon hálás voltam a sportnak. Mint ahogy nekem is egy színész újságíró meccsen, amíg élek, nem felejtem el, már mi jöttünk kifel a második félidőről, és a Gabi mondja nekem azt, hogy a Lackó, azt, hogy a Boros állandóan kint sétafikál a 16-oson, mi kezdünk, lögd oda azt itt nekem, gurítsd oda, és én Isten bizony berúgom neki a fél pályáról. Te! Szóval több már elfelejtett, lök már azt a lasztit, te is képzeld a félpályáról ez az őrült, akkor a gólt rúgott, hogy a 80 ezer stadion fölrobban. Én még ilyen nem a stadionban. De hát 80 ezer ember. Amíg élek, nem felejtem. De volt egy olyan ide, figyelj, hogy elvitte neked, tudnod kell, Kálmánkám, a Népstadionban van egy kis kocsma, Népstadion. Hát tücsök kocsma. Milyen, nem, Petyes? Katica van. Bocsánat, ez egy perc, még annyit is, fél perc a vicc. Parancsolj, mondjad. Azt mondja, na most ide beviszlek téged, hogy meglincselnek, az biztos, mert itt csak vasas drukkerek vannak. Gyerekek. Ja, mert te köztudottan fradista vagy. Igen, hát akár hiszitek, akár nem is, a Gabi a tanúm, esküszöd neked, hogy az történt, hogy fél óra múlva már fönt a pult tetején énekeltem a Fradinót, és a vasas szurkolók velem együtt énekelték, és a Gabi olyan szomorú volt szegény, hogy akárhova visznek, na nem mondom meg, hogy mit mondok. Megviselte őt, hogy nem lett focista? Igen, hát, hogy sikerem volt, hogy egy focistának az ő fellegvárában. És az, hogy nem lett focista, megviselte? Hát, tehát, hogy nem lehetett, eléggé, abba kellett hagyni a focit? Eléggé megviselte. Akkor? Emiatt, igen. Akkor? De viszont ezeken az újságíró, színész újságíró mérkőzéseken, ahol azért 60-80 ezer ember kim volt, azért akkor kiélhette magát ilyen értelemben a meccseken. Mondta Kálmán, hogy sokat zenélt a csapatnak a Gábor, igen. De valaki azt mondta, hogy olyan volt ő, vagy úgy zenélt a közönség előtt is, mint hogyha egy kis csoportnak zenélne mindig. Tehát ilyen értelemben egy picit civil maradt a zenészként. Te ide figyelj, jó az, amit mondsz, de talán mégsem. Nem? Én a saját bőrömön tapasztalom, és eszembe se jut, hogy most az én területemen pászkázok. Nincs nagyobb élmény a közönség testközelségénél. A Gabi vagy valamit nagyon megérzett, vagy valamire nagyon rájött. Én azért mondom mindezt, mert tapasztalatból mondom, ma is 99%-ig lemegyek a közönséghez a rádió adta a mikrofonnal a lehetőségem, hogy ez megvan. Én tudom, hogy ő ezt miért csinálta, mert az emberek közelségében muzsikált. Annál nagyobb élmény nincsen, mert a színpadról rendben van a reflektor, nem látod a közönséget, de ez a testközelnél nincs frankóbb, és ezt az Ihász Gabi rettenetesen tudta. Hihetetlen. Hát a gitár maradja. Igen, de a gitár maga adja, hogy ugye közelebb tud menni az emberekhez. Pontosan. És rögtön tudott kontaktust teremteni a közönséggel. Tehát rögtön érezte, a közönségnél is lehetett érezni, mert a pályafutása elején jó néhányszor még nem volt kocsija, és akkor én elvittem őt, és együtt elmentünk. Hát engem kérdeztek egy pár mondatban ugye a közönség, hogy de a Gabikám volt a főszám mindig, és hát olyan élmény volt, komolyan mondom, vele lenni, hogy a közönség az vele tudta már a végén a dalokat énekelni. Szerintem, hogy a Heili Gabi is mondta, hogy az egyik ilyen interjúból, amit csináltak vele, hogy általában úgy ment fel a színpad, hogy előre elnézést kért. És ez az embereknek egy olyan közelséget adott, hogy ő is úgymond csak egy ember. Igen, mint ahogy onnan ment volna fel a színpadra közülük. Így van, igen, és gondolom ez is azért úgy közelebb engedte. Nem beszélve arról, hogy azt mondja a Kálmán az előbb, hogy neki nem volt autója.
Hát volt egy olyan autója, ide figyelj, egy csajkája, amit a Farkas Mihályé volt a honvédelmi miniszteré. És ezt a Gabi megvette, nyitott. Tudni kell, te nem tudjátok, hogy ezt arra használták, hogy a Hősök terén, a felvonulási téren, úgy, mint Moszkvában, tudod, május 1-én, a Farkas Mihály is úgy jött, nyitott gépkocsijával, evval, és ő állt végig. Na, a Gabi egyszer becsalt engem a kocsijába, és az András úton végigmentünk. Ő vezetett, én meg fölállva integettem az embereknek. Ne tudjátok meg, hogy visítottak, de ilyet, mert a két őrültet megismerték, ugye, hát ott kezdem, és azt a csajkát nem is értették, hogy hogy került oda. Mert akkor nem volt 27 Bors meg Blik újság, ami megírja, persze, hanem esti hírlap, ami csak este írja meg esetleg, és nem délelőtt. Végig. Hát ez valami... Letett a kocsijába, ebbe a kocsiba egy telefont, és úgy ment végig az Andrássy úton, hogy tele... 70 valányban vagy 80-ban. Végig beszélt és telefonált, és mindenki nézte, hogy nézd, és ott az ilyen, ennek milyen telefonja? Yes, ez nem volt otthon telefonja, ezt kitalálja. És otthon nem is volt telefonja. Ezt kitalálni. Ez az automániája, ez nagyon erős volt, nem? Mert emellett ez csak nagy autói volt. Nem lopta, megvette. Megvette. De több ilyen nagy autója is volt, nem ilyen extrém luxus autója. Ez mániája volt. Nagyon szeretem. De hát az ide figyelj, az többet fogyasztott az a... Az a csajka. Igen, mint az én autóm egy egész évben. Már említettünk, te is említetted a Heilig Gábort, már említettünk többeket, hogy a barátság nagyon fontos volt számára, nem? Tehát mindig emlegetik Máté Pétert, Szécsi Pált az ő kapcsán, de nagyon sokakat még. Nálatok is a kiskorodban vannak ilyen emlékeit, hogy sokan vannak nálatok? Tehát, hogy... A sok az megvan. Meg vannak a becenevek, azok meg létragatja, meg cukahara, meg egy-két furcsább név is, ezek így megvannak. De az, hogy konkrétan milyen bulik voltak nálunk, azt inkább nekünk van ilyen 8 mm-es kameránk, és bejött motorral a kertbe, és ott variálta magát, meg na mindegy, olyan az arra emlékszem, hogy mindig nagyon közel voltak hozzánk az emberek, a kapu nyitva, az jött be igazából, aki akart, amit ugyebár a fater nagyon jól viselt, édesanyám meg néha kevésbé, hogy utólag visszahallom, mert hát, hogy csak kisgyerek is van. De hogy konkrétan kik voltak ott, arra megmondom őszintén, nem emlékszem. Persze, de inkább ez érdekelt, hogy akkor folyamatosan voltak körülötte emberek, nem? Igen, tehát folyamatosan hát körülvették a barátait. Az egyik szobába, a házba először egy medencét tett be. Igen. Egy kis medencét, és hát nem akarta senki elhinni, és akkor meghívta a haverokat, nézzél, jöttek a medencénbe, jöttek. Hát ez egy kis, olyan 3 méteres medence volt, de az egyik szobát... De akkor is medence volt. De akkor is medence. Ezt is úgy vitte be, hogy nem volt ablak azon az oldalon, ahol bevitte, mert nem fért belőről a kis ablakon, ezért az oldalt a házon ütöttek egy nagy lukat, és ott rakták be, és meleg vízzel lett föltöltve a medence. De hát a kis medencére emlékszem, mert abban... Pancsisztál. Igen, a kicsire, igen. Pancsisztál. És így volt. Inkább a nagyra. Inkább a nagyra. Persze, hát mentünk, és hát megvan a felvétel, mikor még anyukám is élt, és hát ott olyan bulik voltak, hogy eszmélt, és még már volt nekem videó, és fölvettük videóra, szenzációs dolgok vannak rajta. Nagyon sok zenésznek írt zenét. Miért volt az, hogy neki önállóan az életében csak két nagy lemeze jelent meg, aztán utána még posztumusz megjelent, de hogy csak kettő? De abban az időben nagyon érdekes dolgok történtek. És nem mindig a racionális elvek alapján történt, akár a szerkesztés. Azért nem akarok ebben én mélyebben belemenni, mert akkor véletlenül személyes dolgaimat panaszolom, és nem azért vagyok itt, de tény az, hogy a Gabi, aki egy zseniális zeneszerző, szövegíró, énekes, aki fehéren-feketén bebizonyította, hogy a pódiumon is csodálatos, nem biztos, hogy mindenkinek tetszett ez a sikere. De a kultúrpolitikának? Igen, pontosan. Igen. És akkor volt egy kultúrpolitikusunk, a legnagyobb, te emlékszel. Én nagyon emlékszem, rácsaptam az ajtót, 16 évig nem jelent meg lemezem, ezért mondtam na neked. A Gabikám szintén ilyen szinten volt vele. Hasonló vérbérségletű volt, igen, mint a valószínűleg tartom, hogy igen. Ugyanez volt, és hát vele, amíg ő volt, addig... Most jó, hogy ezt kiadtam magamból. Na látod. Ezért nem lehetett tulajdonképpen tényleg több lemeze is, meg minden, mert ott
ott gyakorlatilag hát jóba kellett volna lenni. Tehát az lehetett, hogy a Máté Péter elénekelte a dalát, az lehetett, hogy az Aracki elénekelte a dalát, csak a saját dalait ne ő énekelje nagyon, akkor ez nem volt. Nem tudom, ezek hát valószínű. Valami de amúgy biztos meg, meg folyamat, tehát a Konzsuzsától, a Kovács Katin keresztül, hát a Heiligában, mindenkinek írt, nem? És mindenkinek írt is, persze. Mm. Hát az, hogy a persze. Kovács Katinak volt az, hogy másodpercig nem csodálkoztam, mert annak az egy csoda volt, és csoda ma is. Aha. De én biztos vagyok benne, bár a Gabi nem panaszkodott, de biztos vagyok benne, hogy ilyen hasonló dolgai lehettek ezen a téren. Igen. Lehet, hogy ő is rácsapta az ajtót, nem? Igen, ilyen volt. Igen. Most, mert tulajdonképpen amikről beszélünk, azok félig meddig, a focista pályafutás, abba hagyása, az, hogy csak két lemeze volt, az, hogy az úgynevezett kultúrpolitika kicsit gátolta az ő pályafutását, ezek tulajdonképpen még ha nem is rajta múltak, de ezek mégiscsak kudarcok, de ő ennek ellenére optimistán nézett mindig a jövőben? Optimistán, sőt, hát még, alap, még szöveggel nekünk baráti körbe, családnak elénekelte, és azokat a fájdalmakat, amik őt érték ilyen szempontból, és tudta cikizni rendesen őket olyan szöveggel, hogy egy élmény volt hallgatni. Hát a saját dalait átírta, igen. A saját dalait is átírta, másik szöveggel. Óriási volt. Szóval azt mondjuk tényleg nem tűzdöm a festésre, de ebbe is hihetetlen tehetséges volt. És hogy látod, mosolyogva beszélt, szóval ez valami rettentő sokat jelent, tudod? Mert egy művész embernek, akinek tudja, hogy megy a csik, fut a csikó, és egyszerűen valahol van egy fékező berendezés. Tudod, milyen nehéz ez ellen harcolni a színpadon? Mm. Amikor tudja, hogy lejön a színpad, és szétvágják a házat, és akkor már nem azt veszi észre, hogy milyen sikere van, hanem akkor miért nem? Gondolj miért nem ebbe bele! Miért nem emelik ki onnan, hogy igenis te ilyen tehetséges vagy, és ennyi lemezet. Mert nem érdekelt őket, nem is akarták tudni. Igen. Nem is akarták tudni. Hát ez mással is előfordult. Tudom. Igen. Közületek. Persze. De a Gabi is az végig mosolygott, nevetett. De nevetve ezt vígkedélyes. De nem marta ez nem, belül az a dolog? Legalábbis nem mutatta, lehet, hogy befelé, nem tudom. Nekem például semmi nem jött le mindjárt. Látod? Nem jutott el hozzád, ugye? Tehát neked nem egy keserű apukád volt, aki... Nem! És nekem is egy vidám testvérem. Hát már tényleg tudta, hogy olyan beteg, hogy nem jöhet vissza, és azt mondta az ápolónőknek, hogy mondjátok meg, vagy a bátyám, hogyha bejön, ne mondjátok meg neki, hogy én már nem fogom tudni. Borzasztó. Nem mondjátok meg neki is. És mondom, ott voltak az ápolónak, mégis nem engedte, hogy nekem megmondják, hogy napjai vannak hátra. Mm. És ő tudta, mert azt mondja, akkor az én bátyám Sibikének hívott. Szerintem az én bátyám azt nem éli túl, hogyha ezt megtudja. Mm. És hát ott benteged a kórházban is, a Heili Gabi is, és néhányan tényleg látogatták őt, és eljöttek, és beszélgettek vele, és nem mutatta senkinek, hogy neki milyen fájdalma is van, mert fájdalma nagyon sok volt neki az utolsó hetekben, és senkivel nem éreztette ezt, hanem próbált mindenkivel vidám lenni, és még a Heili Gabi hozott be egy üveg sört, és akkor mondták, hogy én menjek ki a szobából, ők ketten akarnak maradni, és azt mondta, hogy veled még megiszom az utolsó sörömet. Mm. Így búcsúzott el tőle. Te gyerekek, hát ez borzasztó, hogy ez milyen, átélni. Hogy nem találok rá jobb szót, hogy milyen érdekes ez az élet, hogy tegnap előtt az egyik előadásomban a Vangó Margittal beszélgettem pontosan, mondom, hogy nem vagy lenne a Balatonon, és mondtam, hogy hát most maradok, mert Ihász Gabikáról fogunk beszélni itt nálatok, és aztán mikor halt meg, és mondja nekem a Margit, aztán 4-5 éve körülbelül, tudod, nagyon gyorsan megy az idő, tudom, de ilyen esetben, akit szeret az ember és szeretett, az szinte itt van közöttünk, és olyan és rövid távolságra érezzük, hogy mikor halt meg. 25 éve. És 4-5 évet mond, nem azért, mert szanaszét van az ember, hanem ezek olyan lassan fosznak, mint ha itt lenne. 25 éve.
És úgy elszaladt az az idő, és a Gabi, ha most ott bejönne az ajtón, akkor is valószínű, hogy a gitár a kezébe volna, és röhögve jönne, és elmondja nekem, hogy most mit gondol róla. És én azt nem mondom el nektek, hogy ő mit gondol róla. Hát nekem is, amikor ez az eset volt veled, és elmondta, másnap felhívott, és azt mondta, itt volt nálam az Alecki, tudod, hogy megszivattam. Na de ő is, amikor meglátta a taxit, ne félj! Akkor ő is elgondolkozott, hogy lehet, hogy itt valami többről van szó, mint Aracki. Ez a fontos, nem? Csak igen, hogy így végszóként, és ez a fontos, hogy így tudtok kacagni ezen, hogy azt mondod, hogy olyan, mintha még mindig itt lenne, hogy olyan, mint ez a 25 év így ment volna el, és ezért gondolom, Gábor, neked is pont olyan ez, mint hogyha ha itt lenne. Így van, nekem mindenkitől tőlük a tegnap előtt voltam én is egy olyan helyen, ahol kérdezték egyből az Ihás család, a Kálmánt is tudták, sőt, még édesanyámat is tudták, a Tutajt, ugyebár ő Vasasba kézilabdázott, és de bárhova megyek. Nekem a kedvenc sztorim tőle, vagy hát tőle, közvetve tőle, én egy úszodába mentem be, és a recepciós hölgy megállított. Egy ilyen 60 körüli hölgy, nagyon kis mufurc volt, és mondja, hogy hogy hívnak, és hogy egy nevemet le kell adni. Hát és mondom, Ihász Gábor. Mondjanak, de érdekes neved van. És mondom, hát mondom, miért? Hát biztos nem tudta, nagyon fiatal, hogy volt egy ilyen, én mondom, az édesapám. Az édesapád. És kinyíltak a személyi, könyvbe lábadtak a személy, és elkezdett róla mesélni, pedig életében kétszer láttam, hogy vidéken való volt haktizni, és nem tudom, hány sztória volt róla. Tehát annyira körbevesz ez, bárhol megyek, még mindig ilyen 40 év fölötti embereknél, hogy én is úgy érzem, hogy közel volt ez a 25 év, ez nem 25. Én pedig szeretném megköszönni nektek, a stúdiónak, és mindannyiótoknak, hogy meghívtatok bennünket, és tudtunk emlékezni öcsémnek a halála évfordulójára, és remélem, hogy ez a jó érzés a továbbiakban is bennünk is, és bennetek is megmarad. Köszönöm szépen még egyszer a meghívást. Én köszönöm, hogy itt voltatok. Én meg a két Ihász mellett a kakukk tojás, csak azt tudom mondani, hogy köszönöm, hogy meghívtatok, és jó volt beszélgetni Gabiról. Jó érzés. És jó volt, hogy nevetve emlékeztünk. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük.